A VDS elnöke a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt írta a VDS a közleményében, hogy elég volt az Orbán levelekből, a cikk pedig, amely ebben foglalkozik, annak az a cím, hogy kibukott a VTS az Orbán kormány, vagy Orbán újabb álságos konzultációján. Na most ahhoz képest, hogy azt mondom, hogy elég volt az Orbán levelekből, az Orbán levelek megindultak, nem tudom, ön kapott-e már, én még nem kaptam, akkor lehet, hogy valami baj van, hogy egyikünk se kapott még, de már találkoztam olyannal, aki kapott a munkahelyvédelmi akciótervet népszerűsítő levelet, amelyből ezúttal 6 millió példány készült, és akkor ezt szépen kipostázták, miközben a korábban kipostázott 8 millióból a legfrissebb adatok szerint csak mintegy 700 ezer jött vissza. Tulajdonképpen azért is kértem, hogy ma este jöjjön be, hogy ez teljesen napra készek legyünk, mert ma este lehet utoljára föladni, mert azt kérték, lehet, hogy később is föl lehet adni, és azért nem fogják kidobni a szemétkosárba, de azt kérték, hogy augusztus 20-ig küldjék vissza. Most 8 millióból 700 ezer, soványka eredmény. Itt az a baj, hogy a kormányzat nem konzultál, vagy nem érdekegyeztet, hanem egyoldalúan diktál. Ezért is mondjuk azt, hogy a szakszervezetekkel kellene leülni, tárgyalni. Ugye mi konkrét javaslatokat is tettünk, hogy például befektetés nélkül kormányzati intézkedéssel a gyógyszeriparban, hogyha a gyógyszerkasszát nem teszik tönkre a Matolcsi programon keresztül, akkor 15 ezer munkavállalónak az állása megmaradt, tehát semmiféle munkahelyvédelmi programot a gyógyszeriparban nem kellene elindítani. De másik példaként említeném mondjuk a gyulai húskombinátot, ahol most 400 embernek az állása kerül nagyon komoly veszélyben, hiszen nem kaptak állami segítséget. Ott is valószínűleg a konzultációnak, a bekerülési költségének a bizonyos százalékát figyelembe véve meg lehetne menteni 400 munkahelyet. De mondok egy egész régiót, például a MAL ZRT működési területén, Ajkán és a környéken, hogyha a MAL ZRT nem kap nem anyagi segítséget, hanem olyan kormányzati segítséget, amelyben például a CO2 kvótát, ezt a széndioxid kvótát nagyobb mértékben megkaphatja, akkor 10 000 munkahely kerül ott veszélyben. Tehát, hogyha ezt gyorsan összeadjuk egy kormányülésen, 25 400 munkahelyet lehetne megmenteni, és a kormányzatnak nem kellene postán levelezgetnie. Hát lehet, hogy így van. Minden esetre még azt is önök hangsúlyozták, hogy ha a konzultációs célokra használja a közszolgálati médiát, az önkormányzati újságokat és médiafelületeket, és erre vegye igénybe az állami cégek hirdetési pénzeit, akkor ebből, pontosabban ebből a pénzből is lehetne ugye munkahelyeket védeni, nem kéne kidobni ezt az ablakon, mert ugye 8 millió elment oda, most 6 millió elmegy ide, nem tudom mennyibe kerül egy levélnek a postázása ilyen mennyiségben, pontosabban hát azt gondolom ugyanannyiban, mint, mert ott nincs a postánál engedmény, hogyha 8 millió levelet küldnek, akkor olcsóbban kiviszik. Hát az iszonyat, 14 millió levél postázása az iszonyatos pénz. Ugye a kormány szóvivő korábbi nyilatkozatában azt nyilatkozta, hogy 100 forintba kerül egy levél, és vissza is küldik. Na most, hogyha a posta elszámol majd a 7 millió 300 ezer vissza nem küldött levél posta költségével, akkor kíváncsiak lennénk, hogy az a pénz például hova megy. De a kommunikációhoz visszatérve, valóban, hát például a közszolgálati csatornán most ugye megszűnik a Marslakók műsora, ebben az idősávban például nagyon jó lehetne a kormányzati tevékenységet bemutatni a nézőknek. De nagyon sok olyan lehetőséget lehet még... Viszont, hogy ez a bemutatás még azt a szerény nézettséget se érni el, mint a Marslakók. Hát ezért kellene a kommunikációban etéren erősíteni, és nem a leveleket küldözgetni, hiszen itt tényleg nagyon komoly összegekről van szó egyrészt, közpénzről van szó, másrészt pedig azzal, hogy a korábban ugye 1 millió munkahelyet ígért a kormány, most pedig a meglévő munkahelyeket kell megvédenie, ez igen kicsi esélyt ad arra, hogy bármiféle kitörés legyen a gazdaságban. Ráadásul emlékeztetett egy
cikkben ön arra, hogy a Fidesz tagjai ellenzékben még személyesen jártak az országban konzultálni, most pedig egy ilyen az érdemi párbeszédet szemfényvesztő álkonzultáció, mint például ez a levelezgetés váltja fel. Mondok egy konkrét esetet, például az előző időszakban egy ágazati párbeszédbizottság rendszer működött, nem egészen 400 millió forintból. Hogyha megnézzük az eddigi konzultáció összegét, akkor az összköltségnek töredékéből 23 ágazatban lehetne az érdekegyeztetés segíteni azzal, hogy ezt az ágazati párbeszédbizottsági rendszert működtetnénk. Ott, ahol kollektív szerződések kötéséről van szó, a munkavállalók és a munkáltatók közötti párbeszédről. Igen, de akkor nem lehetne azt mondani, hogy a népet megkérdezzük. A népet 4 évente szokták megkérdezni, a szakszervezeti tisztségviselőt... De itt az újítás, hogy ők nem 4 évente kérdezik meg a népet, hanem folyamatosan. Szinte mindig. Mi azt tapasztaljuk például, amikor elkezdtük, ugye szinte már mozgalom jellege van a konzultációs levelek összegyűjtésében, hogy nagyon sok szervezet is... Mit csináltak azokkal? Folyamatosan jönnek még egyébként, hiszen a jövő hétig még lehet hozni, és úgy látom, hogy ha itt még a leveleket, az új leveleket is megkapják az állampolgárok, akkor lehet, hogy ezzel a levéllel még kiegészül az a több tonna mennyiség, amelyet már földolgoztunk. És hát nagyon bízom benne, hogy 2012. augusztus 27-e után Tétényi Éva által vezetett Esztergom valamely óvodájának ezt az összegyűjtött pénzt, ami ennek a feldolgozásából befolyik. És ez a feldolgozás, ez hogyan történik? Ezt összegyűjtöttük, folyamatosan történik a megsemmisítése, és hát kvázi hulladékpapír, igen, és kvázi hulladékpapírként kapott pénzt fogjuk átutalni. És valaki ezt közben szakmányba darálja? Nem, hát megfelelő technológia van, ez egy zárt technológia, és ennek alapján nincsen semmi olyanféle adatvesztés vagy adatkiáramlás, amiről itt korábban szó esett. Végül, most egy újabb ötlet a kormánytól, hogy lakhatási támogatást kapnának azok az álláskeresők, akiket a munkaegyi központ legalább 3 hónapja álláskeresőként tart nyilván, és akik olyan munkaviszonyt létesítenek, hogy az állandó lakhelyük és a munkahelyük közti távolság legalább 100 kilométer legyen. Ez például tetszik önöknek? Meg kell nézni, hogy milyen konstrukcióról van szó. Ez elősegíteni a mobilitást az országban. Egyébként ez nem rossz dolog. Nagyon sok esetben multinacionális cégek már különböző helyekről próbálnak munkavállalókat toborozni. Ez korábban is jellemző volt, most szerintem erősebb, hiszen a szakképzés teljesen a padlón van. Nincsen igazi szakember, és nyilvánvaló, hogy bizonyos térségekből át kell csoportosítani. Na jó, de akik ezt majd élvezik, ezt a lakhatási támogatást, azok pályakezdők, azok nem szakemberek. Tehát ez a szakemberkérdés nem fogja megoldani. Ezért mondom, hogy meg kell nézni azt, hogy a tényleges javaslat mögött milyen kidolgozott konstrukció van. Biztos vagyok benne, hogy a szakszervezetekkel például erről is konzultálnának, nagyon sok olyan javaslat is beépülhet, ami esetleg a munkavállalók érdekében történik. Fontos leszögezni, hogy itt figyelembe kell venni az esélyegyenlőséget, milyen szakterületről van szó, tehát itt nagyon sok olyan kérdés van, amit szerintem a kormányzatnak nagyon alaposan át kell tekinteni. Köszönöm szépen. Köszönöm.